A kedves Hír TV kampány idején, aki kicsit is ellenzékinek vallotta magát, közzétette múltjából egy olyan történetet, ami egy apró törvénysértésről szólt. Így tett Vágvölgyi András is, és a saját sztoriában, ami egy katonatörténet volt, mellékszereplőként megjelent Áder János is, aki vele egy időben volt fogdám. Áder hamar reagált a történtekre, kiadott egy közleményt, hogy tényleg volt fogdán katonakorában, de nem azért, amiről Vágvölgyi írt. A közleményben az is benne volt, hogy 1-1 millió forintra beperli Vágvölgyit, és az Indexet is, akik átvették a sztorit. A TASZ szerint a per arról szólt, hogy lehet-e közügyekben tévedni. A másodrendű alperes a Facebook posztjában kijelentette, hogy a felperes részeglődődés miatt kapott 30 napot. Utána a cikkben is azt szerepel, hogy őt azért vitték be, mert intasan lövöldözött. Vágvölgyi tehát azt írta, hogy a köztársasági elnök részeglövöldözés miatt került fogdára. Utóbb kiderült, hogy erre rosszul emlékezett. A jog szerint a hamis tényállítások biztosan jogsértőek, azokért szankció jár. Mi viszont úgy gondoljuk, hogy a közéleti vitákban, ha az alapvető állítás igaz, tehát hogy Áder János volt fogdán, akkor annak az oka és az abban való tévedés már nem olyan lényeges, azért nem járhat jogi szankció. Abban az esetben, hogyha a hamis vagy nem valós állításokat nem védeni a szólásszabadság, azt érnék el, vagy azt érnék el a jogalkalmazás során, hogyha valaki valami tényleges dologra irányítja rá figyelmet, nem fogja merni, vagy nem fogja tudni elmondani, abban az esetben, hogyha bármilyen kockázatot vállal azzal kapcsolatban, hogy ennek a közlésnek valamelyik része, nagyobb vagy kisebb része nem fedi a valóságot. Ha a közéleti viták résztvevői csak olyan dolgokat mondhatnának, amiket később egy bíróság előtt is bizonyítani tudnak, akkor a tévedéstől félve semmiről sem lenne szó. Persze mi se gondoljuk, hogy minden hamis tényállítás védett. A tudatosan hamis állítások, illetve azok, amelyek a szakmai szabályok súlyos és hanyag megsértése miatt kerülnek a nyilvánosságra hamisan, nem élvezik a szólásszabadság védelmét. Kicsit ártatlanul kellett volna fogalmazni, és akkor lehet, hogy nem ülnénk itt. Ebben az ügyben, bár a Facebook poszt egy része téves volt, nagyon fontos információhoz segített hozzá minket. Ahhoz, hogy a köztársasági elnök katonakorában fogdán volt. Az, hogy valakinek a köztársasági elnök is 30 évvel ezelőtt a sorkatonai szolgálata során mit csinál, olyan, aminek semmilyen negatív következménye nem lenne senkire, és őt csak különösebben büntették meg érte, az már a mai élet, mai világunkban nem egy annyira jelentős állítás, ami nagy értékű hátrányt indokol. A köztársasági elnök az ország első embere. Teljes sajtóiroda áll a rendelkezésére, hogy az ilyen állításokat kiküszöbölje, és az ő hangjára mindenki figyel. A helyreigazító közleménye olyan újságokban is megjelent, ahol az eredeti cikk nem. Az elsőfokú ítélet a sztorit átvevő Index esetében nem állapított meg jogsértést, Vágvölgyit viszont 50 ezer forint sérelemdíj megfizetésére kötelezte. Az ítélettel nem értünk egyet. Szerintünk a köztársasági elnökséghez hozzátartozik, hogy az emberről néha téves információk jelennek meg. Áder János vállalta, hogy a figyelem középpontjába kerül, amikor köztársasági elnök lett. És azt is, hogy ezentúl sokkal többet fogják kritizálni. Például ő a Magyar Honvédség főparancsnoka, ezért nagyon nem mindegy, hogy mit csinált katonakorában. Főleg nem mindegy egy olyan országban, ahol már volt olyan köztársasági elnök, aki a múltja miatt kényszerült lemondani.